Szeretettel köszöntünk mindenkit legújabb Patrióta estünkön. A mai alkalommal Kő Artúr történész, a Magyarságkutató Intézet segédmunkatársa a vendégünk, és vele egy nagyon izgalmas témára fogunk beszélgetni, mégpedig arról, hogy hogyan árasztották el az országunkat a migránsok, hogyan kerültek többségbe, és hogyan vették el tőlünk az országunkat. Lehet, hogy ez egy kicsit sarkítva fogalmaztam meg, de hogyha nagyon leegyszerűsítjük, akkor valahogy mégis ez történt. Vagy legalábbis láthatunk párhuzamot a utóbbi évtizedek történései és a középkori magyar történelem bizonyos fejezetei között. Úgyhogy szeretettel köszöntünk, Artúr. Köszönöm a meghívást. Mit gondolsz, erről túlzó volt ez a kijelentés, vagy van benne némi igazság? Hát ugye nyilván különbséget kell tenni a modernkori migráció, illetve az akkori migráció között. Az egy hosszabb folyamat volt, és egy hosszabb folyamat, tehát egy több évszázados folyamat vége, eredménye volt az, hogy ugye Erdélybe a románság többségbe került. A modern migráció pedig, hát ugye a modern technikai eszközök, közlekedési eszközök, internet, telefon, mobiltelefon segítségével, azért ez sokkal gyorsabb folyamat. De ha nem figyelünk, akkor nyilván a folyamatnak a vége ugyanaz lesz. Hát azt szokták mondani, hogy annak a népnek van jövője, aki tanul a történelméből. Bizony jó, hogyha ha visszatekintünk, ismerjük a történéseket, és ezeknek a tudatába cselekszünk a jövőre nézve. Igen, kezdjük talán azzal, hogy mikor kezdődik az Erdélybe való román beáramlás. Ugye tekintsünk-e attól, hogy a dákorromán elmélet szerint már eleve ott voltak? Igen. Látni kell azt, hogy valóban a 19. századtól kezdődően, ahogy megjelenik a nacionalizmus, mint eszme, és a nemzetek fölébrednek, ráismernek önmagukra, ráismernek, hogy attól függetlenül, hogy egy királyság lakói, ettől függetlenül különböző történelemmel rendelkeznek, külön nyelvet beszélnek, külön kultúrájuk van, külön szokásaik, elkezdenek foglalkozni azzal, hogy mi is volt a múltban. Na most az ébredés időszakában az erdélyi triász, három görög katolikus emberkéről van szó, akik Rómában is tanultak, próbálják a dákoromán kontinuitás elméletének alapjait lefektetni. Nyilván az lenne a cél, hogy Erdély kapcsán minél régebbi időszakra tudják visszavezetni a történelmüket, ne adj Isten, akár a magyarok megérkezése, tehát a honfoglalás előtti időszakra. És bizony ennek érdekében elsődleges, másodlagos, bármilyen jellegű forrás megnéztek, és többnyire másodlagos forrásokat vettek alapul, és ennek révén született meg ez a dákoromán kontinuitás, vagy dákoromán folytonosság elmélete, amely értelmében még a honfoglalás előtt a római időszakban Erdély területére tehető egy dák állam. Ezt a dák államot Burebista nevezeti személy hozta létre, majd Decebál vagy Decebál időszakában terjedt ki talán a legtovább, ugye a Tiszáig. Innen is van aztán ugye Mihály Eminescu eredeti nevén Eminovics román költő, aki olyan náluk, mint nálunk Petőfi. Verse ugye a De la Nistrupon la Tisza, tehát a Dnyesztertől egészen a Tiszáig terjedő részeket tekinti Romániának, és követeli a románoknak ezeket a területeket. Summa summarum, a lényeg, hogy ők arra hivatkoznak, hogy ezek a dákok, annak ellenére, hogy megjelent a római birodalom, és tudjuk, ugye a Dunáig tartott a limes, de rendszeresen problémájuk akadt a Dunától keletre eső területeken lévő dák törzsekkel, betörések, konfliktusok. Most igazából nem érünk rá ezt részletezni, és talán nem is a szakterületem, de a témánk szempontjából borzasztóan fontos egy kicsit ezt is érinteni. Tehát ennek révén konfliktusba kerültek a rómaiakkal, és végül az lett az eredmény, hogy a rómaiak leigázták a dák törzseket, és lényegében a római, illetve a dák kultúra és emberek keveredése révén jött létre a román nép. Most számtalan sebből vérzik a történet, mert nagyon jól tudjuk, hogy a keleti és ismét migráció, tehát a keletről jövő különböző népek áradata, amiben aztán a nyugat-római birodalom is belebukott, azt eredményezte, hogy a római birodalom, hát a sikertörténet, a karrier csúcsa után
elkezdett leszállóágba elindulni, és hát kénytelen volt védekezni, és császári rendelet értelmében ürítettek ki minden olyan területet, ami nem volt jól védhető. Tehát ilyen tekintetben azt lehet mondani, hogy őket vagy kikerülték a keletről jövő mindent elsöprő népek, migránsok áradata, vagy pedig ők ott maradtak. Mert nyilván a román történetírás azt mondta, hogy ott maradtak, megúzták, fölvették a kesztyűt, harcoltak, de ezek mind-mind ezer sebből vérző történetek. Kár, hogy nem maradt semmi leírása az imént említett harcokról. Igen. És akkor sok ideig semmi, és hát nyilván ugye a történet lényege az, hogy a középkorban a különböző történetírók nagyon szívesen nyúlnak a dicső Rómához, a római birodalomhoz, mint múlt. Hát gondoljunk csak bele, ugye Bonfini, tehát Mátyás meghívására érkezett hozzánk történetíró annak érdekében, hogy a megrendelő, azaz Mátyás, Hunyadi Mátyás kedvébe járjon, arról beszél, hogy Hunyadi Mátyásnak ugye római leszármazottai vannak. Hát ki ne vezetné szívesen vissza a dicső római birodalomba akár a családfáját, de nyilván ez egy gesztus volt, egy kedvesség volt. Hát a humanizmus szellemében. Pontosan, ugye. És hát ugye ilyen történetírók esetében, például Anonymus esetében elmondhatjuk, hogy ő megemlíti a gesztájában, hogy van a honfoglalás előtt egy olyan népcsoport, ami itt van Erdély területén, a Kárpát-medencében, és ezek a blakkok. Na most a blakkok nem összetévesztendőek a vlakokkal, de hát nyilván a román történetírás ehhez nagyon szívesen nyúl, föl is használja, attól függetlenül, hogy másodlagos forrás, fölhasználja, mint elsődleges forrás, a B betűt fölcseréli V betűre, és rögtön azzal támad. Hát ajánlom a kedves nézőknek a figyelmébe Daniel Roxin O Historie Furate, egy elhazudott történelem című dokumentumfilmjét. Óriási sajnos a nézettsége, van angol felirata is. Teljes mértékben ugye a román érdekeket képviselve hozott létre egy 60 perces dokumentumfilmet arra vonatkozóan, hogy mennyire el voltak állandóan az Erdélyben élő románok nyomva, és ő is nagyon szívesen emlegeti Anonymust, de hát ugye a Ceausescu félő Romániában az 1980-as évek közepén is nagyon komoly propaganda indult meg Amerikában annak érdekében, hogy az amerikai újságok írjanak Anonymusról, fölemeljék, bemutassák, ismertét tegyék nyugaton, hiszen ha már ismert Anonymus személye és hiteles történetíróként van beállítva, akkor nyugodtan lehet rá hivatkozni, hiszen természetesen kifordítva a történetet a román álláspontot tudja közvetíteni nyugat felé is. Nincs ez egy kicsit túl bonyolítva olyan értelemben, hogy román propaganda még mindig ugyanúgy zajlik, mint 100 évvel ezelőtt, vagy akár a Ceausescu kommunizmusa idején, vagy a rendszerváltás után, mert lényegében semmi nem változott történelemoktatás területén Romániába. Tehát állandóan azt próbálják bizonygatni, hogy ők voltak ott előbb, román jelenlét az folytonos, nem balkáni migráció folyamán kerültek Erdélybe, mint ahogy egyébként történt, de nekem azért tűnik ez furcsának, mert lényegében a számháborút ilyen módon megnyerték, hát tényleg valóban ők vannak többségben a ma mondjuk tágabb Erdélynek nevezett Romániához csatolt területen. Mi szükség van erre? Itt engedj meg több gondolatot is, ami így a kérdésed kapcsán rögtön eszembe jutott, felötlött bennem. Ugye egy román történelmoktatás. Írtam egy tanulmányt, talán 5 évvel ezelőtt a Könyv és Nevelés című folyóiratban, Nevelés történeti folyóiratban jelent meg. Aztán utána egy tanulmánykötet formájában össze is szedte, Csík Tibor szerkesztette, könyvről van szó. Tibor össze is szedte a környezetünkben lévő népek tankönyveit, elemző tanulmányokat egy csokorba szedte. Bekerült az én tanulmányom is, és ott foglalkozom benne a 2000-es évek környéki román tankönyveket, elemzem történelem tankönyveket, és ott szépen bemutatom, hogy annak ellenére, hogy eltelt 10 év, és arra számított az ember, hogy nyilván ugye a nacionálkommunizmus jegyeit 10 év alatt csak sikerül levedleni, a román történetírásban ez nem történt meg, a nacionalizmus mint jellegzetességben maradt, például azt csinálja, hogy egy részletet vet ki a tankönyv szerkesztője a Trajanus oszlopáról, ugye a dákok legyőzése, igen, jelenet.
ismeri szinte mindenki ezt az oszlopot, tehát ilyen képregényszerűen van spirálisan az esemény megörökítve. Innen ragadott ki egy részletet, ahol a dák harcosok vannak. Mellé rakott egy 19. századi képet, román parasz család, és a gyerekeknek az a feladata, hogy keressenek hasonlóságot, a viselet. Tehát megfigyelve legyen hasonlóság, ami elég érdekes ugye annyi évszázad táblatában, nagyon jól tudjuk, század és század között is ugye a divata, a viselet, az óriási különbségeket mutat, de nem által ott ilyen eszközhöz nyúlni, nyilván a cél ugye a nemzeti identitásnak az erősítése. A másik dolog, ami eszembe jutott, hogy valóban arról van szó, hogy általában egy területre vonatkozó igény, akkor lehet jogos igény, hogyha az adott területen valóban jelentős számban az igénylő népcsoportja, népe ott van. Ugye ez a kérdés ugye Erdély, Felvidék, Délvidék esetében is, én azért üdvözlöm az elmúlt 10 év politikájában azt a jellegzetességet és vonást, hogy megpróbáljuk a külföldi sportklubokat, kórházakat, oktatási intézményeket, kórházakat támogatni, hiszen ez az ottaniak megmaradását, nehogy Isten szaporodását eredményezi. Én tudok pozitív példákat mondani Kalotaszegen. Nagyon jól tudjuk, hogy főleg az 1945 utáni időszak meghozta a gyümölcsét, és ugye a Ceausescu féle betelepítési program meghozta, mely is a falu rombolás is sorolhatnánk, meghozta az eredményét. A Bánfi Hunyad is, aki korábban ekte magyar település volt, zsidó kisebbséggel, ma már ott tart, hogy ugye látjuk, hogy szinte teljes egészében ugye átveszik az irányítást a románok, megjelentek nagyon nagy számban ezek a pagoda jellegű épületeket építő cigányok, szóval nem túl dicsőséges az elmúlt 50 év történelme, ha ezt a régiót nézzük, de van olyan terület, például a Kalota-Szentkirály, ahol van munkalehetőség, ahol fejleszt folyamatosan a polgármester, egy magyar polgármesterről van szó, uszoda épült, és bizony itt azt tapasztalható, hogy a gyerek szám folyamatosan nő. Tehát vállalnak gyereket, ha van munkahely, tudom, van lehetőség, pontos. Azt konkrétan nem tudom, viszont egy példa arra, hogy abban az esetben, hogy ha egy életképes, ha munka lehetőséget kínál egy adott régió, akkor a magyarok nem mennek el, ha otthon érzik magukat. Nyilván a román állam szándék az, hogy ne érezzék magukat otthon. A lényeg, hogy abban az esetben, hogyha van ilyen jellegű támogatás, ha van remény, akkor nem mennek el, nem szorulnak ki, nincs természetes asszimiláció. Ha ezek nincsenek, akkor bizony óriási probléma van is, mint ahogy tudjuk, vagy ismerjük a mondást, az az ország, aki teleszüli azt. Igen. Ma már azt lehet elmondani, hogy egész területén hát lehetnek bármilyen jellegű igényeink, vagy problémákat föl tudunk vetni. Lásd, hogy ez székely autonómia esete, de ezt csak akkor tudjuk megtenni, ha valóban vannak székelyek, és hál' Istennek vannak. Tehát erre nagyon oda kell figyelni. Igen, a furcsa ez a román példa, mert hogy mondjuk a nyugati tendenciákkal szemben, amelyek a nemzeti identitást szinte ki akarják venni az ember életéből, vagy hát el akarják venni ezt a fajta identifikációs formát, helyette minden más hülyesége helyettesíteni. Hát ők ilyen formán bizony egy nagyon nacionalista nevelésre törekednek, csak hogy egy téveszméken, meg hát ordas hazugságokon alapuló nemzettudatot hát alapoznak meg a társadalomba, aminek szerintem nagyon káros hatásai lehetnek. Hogy látod a magyarországi helyzetet olyan értelemben, hogy itt is most parázs viták voltak bizonyos helyeken, amiatt, mert hogy úgy prezentálták, hogy a finnugor elméletet elvetik, vagy kivetik a tankönyv, stb. Szerinted ezt hogy lehet így ebbe a kontextusba elhelyezni? Én külön választanám ezt a két dolgot. Ha megnézzük a román történészi társadalmat, és külön vesszük, akkor látjuk, hogy azért vannak sok esetben helytálló munkák. Nem ez a többség, de van ilyen. Vagy szabadabb és vitára alkalmasabb szintér ez a tér, mint mondjuk a közélet. Uh-huh. Ők a közélet kapcsán megállapodtak abban a, és sajnos működő, abban a irányvonalban, hogy minden olyan, ami a nemzeti identitást erősíti, történelm kapcsán maradjon. Ami nem, független attól, hogy alátámasztható nem, ordas hazugság vagy sem, marad.
Mi ez, és valahol igazuk van, mert hogyha azt nézzük, nyilván aki elvégzi a középiskolát és felsőoktatásba akar menni, majd a felsőoktatásba az egyetemen, főiskolán elkezdhet vitatkozni azon, hogy van elsődleges forrás, nincs, bizonyítható, nem bizonyítható, és ugye útjára indulhat ez a hagyományos szakmai történészi vita. A többség azonban ugye leérettségizik, azt követően pedig különböző irányokba mennek el, közgazdaság, jog, stb. Stb. Nyilván fölismerte a modern Románia azt, a nemzeti identitás erősítése sokkal fontosabb annál, hogy ezek most ordas hazugságon alapulnak, vagy sem. És úgy néz ki, hogy ez hosszú távon, ha csak ugye a hétköznapi társadalmat, a hétköznapi embereket nézzük, működőképes. Nálunk pedig az történt, vagy történik, nyilván ugye az elmúlt 50 év rányomta erre a bélyegét, hogy volt egy olyan jellegű kommunizmus, ahol nem kapott teret a nacionalizmus, szemben azzal, hogy minden szomszédország esetében először voltak még a legnagyobb kommunisták is nemzetben gondolkodóak, a saját nemzetükben gondolkodóak, és utána a kommunisták. Nálunk ugye a nacionalizmus lemaradt, a kommunizmus mint olyan megmaradt, és ennek következménye talán az, ennek is következménye talán az, hogyha ha bármilyen oktatáspolitikai, filmművészeti alkotás vagy lépés történik annak érdekében, hogy a nemzeti identitást erősítse, gondoljunk itt csak arra, hogy ugye a NAT 5. osztályra szóló része módosulása, illetve az új történelmi tankönyv megjelenése azt eredményezte, hogy hát egy éles vita indult, kemény vita indult arra vonatkozóan, hogy most van helye a mondának történelmi tankönyvben, vagy sem. Én azt mondom, hogy van, mert nyilván 5. osztályban csak úgy tudunk valakit megfogni, rászoktatni a történelmre, vagy fölkelteni az érdeklődését, hogyha a mesés elemekhez, az 1-4 osztályban hallott mesékhez tudja ezt kötni. De nálunk ez probléma volt. Tehát az, hogy mi nem tudunk különbséget tenni, szakmai vita, amit aztán tényleg le kell folytatni, meg kell beszélni, és végül eredményt kell hirdetni, meg a között, hogy mit használ a nemzeti identitás építése szempontjából mindazok számára, akik nem akarnak történelmet foglalkozni, mindaz, ami valamelyest érinti a történelmet, legyen ez film vagy oktatáspolitikában végrehajtott változás. Mi ezek között nem nagyon tudunk, mi egy kalap alá vesszük, és nem vagyok benne biztos, hogy ilyen tekintetben hasznos. Annak sem vagyok híve, hogy mindenféle valóság, történelmi valóság alap nélkül adjunk át ismereteket, de annak sem, hogy most itt aztán a legalacsonyabb szinten, akár a felső 5-8, vagy gimnazista szinten mindenképpen arra kell ennek törekedni, hogy most csak a 1000 forrással, meg 500 szakirodalommal alátámasztott műveket mutassuk be. Minden témát, hál' Istennek, a magyar történetírás az elmúlt időszakban elkezdett elég ügyesen fölgöngyölíteni, viták vannak. Ugyanakkor látni kell, hogy a társadalom többsége nem olvas szakirodalmat, és nincs igénye sem feltétlenül rá. Viszont történelmi filmeket szívesen néz, oktatással kapcsolatos azért, tankönyveket igen. Szívesen olvas. Azért igen, ezt valahogy el kellene választani, hogy a nemzeti identitást a tudománytól tegyük függővé, mert hát a 20. század előtt semmilyen módon nem kötődött vagy alapult tudományos alapokon ez az érzés, ez az érzelem, hogy valaki magyar, vagy lengyel, vagy bármi más. Viszont szerintem az is, legalábbis én úgy látom, hogy mi nem szorolunk ilyen ordas hazugságokra, mi mondjuk a románok, mert ott, ahogy mondtad, a Trajanus oszlopba kapcsolatban is, ott tényleg tetten érhető az, hogy eléggé abszurd dolgokat tesznek egymás mellé. Mi szerintem nem szorulunk erre. Mégis, hogyha a nemzeti identitás megerősítéséről van szó, akkor ilyen magyar meg történelem tanárok egylete, vagy milyen, az rögtön felhorgad, tudománytalanságot, meg minden egyebet kiállt. Szerinted ez mi van? Kezdjük a legelején, hogy én sem vagyok ennek híve, mert nincs szükségünk nekünk, hál' Istennek, magyarokra, hogy ilyen mértékű hazugságokba kezdjünk, viszont vannak olyan elemek, Dugovics Titus hősiessége és önfeláldozása, ami tudjuk nagyon jó, hogy nem bizonyított, de a gyerekek nagyon szívesen ismerik, vagy ismerkednek meg ezzel a történelem tantárgy kapcsán, vagy történetek kapcsán ezzel a személlyel.
de tudnék számtalan ilyen más példát mondani, ahol lehet, hogy maga a történet egy nagyon picit más, mint a valóság, de mégis nemzeti identitást erősít. Ilyen szempontból én azt gondolom, hogy ezeknek van helye, nem feltétlenül venném ki csak azért, mert hát nem bizonyított, meg nincs rá forrás, meg az eddigi kutatások azt mutatják, hogy talán ilyen nem is volt. Az egyesületekkel kapcsolatban pedig azt tudom mondani, hogy hála Istennek az elmúlt 10 évben ilyen tekintetben is volt némi változás. Ugye megjelent a Történelemoktatók Szakmai Egyesülete Nánai tanár úr vezetésével, ami szerintem egy másik pólus, egy másik alternatíva, tehát ilyen tekintetben van választási lehetőség, ki így gondolja, ki úgy, lehet tag itt is, ott is, amott is. A vitának szerintem van helye, meg jó, ha vitázunk, csak annak vagyok a híve, hogy akkor hallgattassék meg a másik fél is. Tehát amikor egy adott kérdés kapcsán fölmerül az, hogy a általad említett egyesület mit mond, akkor kérdeztessék meg a másik fél is, és valljon szint, vagy mondjon véleményt a másik oldal, és aztán a kettőt tegyük együtt egymás mellé. Az olvasó, az érdeklődő, a híreket néző pedig majd eldönti, hogy kinek is van igaza. De hallgatassék meg a másik fél is, ne az legyen, hogy egy adott egyesület megpróbálja a társam közvéleményt irányítani. Legyen egy másik pólus is, aki elmondja, hogy az ő szemszögéből, az ő aspektusából mi is a helyzet az adott kérdéssel kapcsolatban. Visszatérve egy picit az eredeti kérdéshez, mikor jelentek meg nagyobb számba Erdélybe románok, vagy hát akiket már a mai románok őseinek tekinthetünk, és minek köszönhető az, hogy hát mondjuk ennyire népes lett az ő népcsoportjuk? Az első forrás 1210-ből való, ami említi a vlakokat, az oláhokat, tehát kvázi a románokat. Ez a 13. századra tehető, aztán II. András időszaka alatt 2 új dokumentum is van, amiben szerepelnek. Ekkor még azonban olyan kis létszámban vannak, hogy van olyan dokumentum, amelyik arról szól, hogy ugye tudjuk nagyon jól a betelepítési akcióit II. Andrásnak. Igen. Ugye helyet kellett csinálni, és ott említi, hogy hát van egy kisebb közösség, azt egy picit arrébb kellene tenni, annak érdekében, hogy az újonnan jövők számára legyen hely. Ez még Erdély? Igen. Hátszeg? Hát Hunyad vármegye környéke, ugye azt szokták mondani, hogy 1907-ben egy Szabó Elemér nevezetű személy a Néptanítók lapjában, ha jól emlékszem, említ egy cikket, keresgéli annak az okát, hogy miért Dél-Erdély az olá lázadások állandó melegágya, és ő arra a következtetésre jut a cikkében, hogy hát Hunyad vármegye is nem véletlenül, hiszen ez volt az első olyan terület, ahol megjelentek. Na igen, csak itt egy gyors közbevetés, hogy ez egy nagyon érdekes felvetés, mert valahogy soha nem hallunk már a marosi román felkelésről, pedig ott is egy elég ősi közösségük él, úgyhogy tényleg lehet valami ebbe. Igen, ott a történet lényege annyi, és akkor mindjárt kitérünk erre, hogy a 13. században már jelen vannak, igaz, nem nagy létszámban, aztán ahogy telnek a századok, egyre nagyobb számban vannak, és mi az oka? Hát, hogy az egyik ok mindenképpen az, hogy a Magyar Királyságtól keletre lévő Moldva, illetve Havasalföld, ugye a román fejedelemségek területe, magyar királyok számára kínálkozott lehetőségként az, hogy ez a terület legyen ütköző zóna. Abban az esetben, ha keletről délről jött támadás, akár a török, akár a tatár, akkor ezt a részt próbálták felhasználni ugye ütköző zónaként. Az itt lévő román fejedelmek pedig ugye a magyar király vazalusai voltak. Ez azt jelentette, hogy ugye egy aláfölé rendeltségi viszony volt, viszont ugye a hierarchia magasabb szintjén lévő magyar királynak biztosítania kellett a védelmet. Ezzel természetesen a magyar király nyert is, érdekében állt, hiszen ugye a betörés megakadályozható volt, még mielőtt az ország lakossága elpusztulna, vagy pusztulás szenvedne. A befogadás azonban azt jelentette, hogy megérkezett az adott román fejedelem népes családjával, földterületet kapott, sok esetben, ha a vész elmúlt, akkor az adott fejedelem, ne adj Isten, visszatért, háza népe azonban soha. Mondjuk egy évszázad alatt ez mondjuk 3-4 alkalommal előfordult, már ugye a gyarapodást lehet nézni. Ez egyik ok. A másik pedig az, hogy amikor itt a Magyar Királyság területén kialakultak a nyugat-európai feudális állapotokhoz hasonló társadalom szerkezet és működés,
az itt lévő jobbágyok bármennyire is voltak időszakok, amikor nagyon nagy teherrel kellett megküzdeniük, tehát nagyon sok mindennel kellett adózni. A Kárpátoktól keletre és délre eső részeknél ez sokkal súlyosabb volt. Tehát az ott lévő jobbágyok helyzete olyan volt, mint az ókori rabszolga és a középkori jobbágy közé tehető rész. Tehát valahol ott a kettő közé tehető, és nyilván ez lehetősége, ez egy kecsegtető, hát nem is írott, de nyilván a hírek hallata alapján ez egy meghívó volt, és tömegével indult a útjára. Vannak feljegyzések, amikor arról panaszkodnak román kenézek, hogy falvak tűnnek el. Román falvak is települnek ugye a Kárpát másik oldalra. Tehát egy jó lehetőség, egy biztonság, egy sokkal jobb állapot, mint otthon, és ugye ez egy meghívó volt. Nem beszélve arról, hogy ugye egy transzhumáló közösségről van szó, egy legeltető állatokat hajtó közösség. A transzhumálásnak a lényege, hogy tavasszal kihagyják a legelőre, ősszel pedig megérkeznek védelmet remélve az adott településre. Nyilván ilyen esetben azt lehet mondani, hogy nem kontrollálható közösségről van szó, így a számunk gyarapodott. Azon túl, hogy szívesen vállaltak nagyobb számban gyereket. De hát azt nézzük, ugye ortodox vallásúak révén nem voltak kötelezhetőek a tizet fizetésre. Tehát már egy adósággal vagy egy teherrel kevesebb. Vagy fizették mondjuk az 50-edet, ugye a juhok után járó 50-edet, de mondjuk egy hegy oldalára kihajtott csorda esetében ember legyen a talpán, aki el tudja dönteni, hogy valóban minden 50 juh után adott egyet, vagy sem. Tehát egy kontrollálható, jól érezte magát, és itt jön a kulcs, amiről itt az imént beszéltél és föltetted a kérdést. Igen. Hogy ahogy teltek az évszázadok, a Erdély belső területeire szorult magyar népesség köré egyre inkább jelent meg ugye a román gyűrű. Mit nem mondjak, a nem letelepült, állandóan mozgásban lévő életmódja eredményezte azt, hogy felvidéken is vannak olyan települések, amelyek feltételezhetően románok által létrehozott település. Ez köztünk maradjon, nehogy a román történészek megneszeljék, mert akkor véletlenül az lesz majd, hogy a Nyesztertől Pozsonyig terjedő területek a románoknak járó területe. Köztünk maradjon, a lényeg, hogy valóban a kontrollálatlan állandó mozgásban lévő népcsoport szaporossága, de nyilván a kinti keletre, délre, a Kárpát-medencétől keletre, délre eső körülményekhez képest sokkal jobb körülményekkel rendelkező magyar királyság területére nagyon szívesen vándoroltak be, és lényegében a szaporosság mellett az előző önlés, a migráció volt aztán az, ami a többségbe kerülésüket eredményezte. Mikor fordult át? A 18. századra Erdély lakossága azt lehet mondani, hogy összetételét figyelembe véve kezd román többségűvé válni. A reformáció révén nem is asszimilációs kísérlet van, hanem egy kulturális felemelési kísérlet van az irányukba. Gondoljunk itt Lóránd Fizsuzsanna esetére, vagy a Rákócziakra, akik megpróbáltak nekik román nyelvű új szövetséget adni, lefordították zsoltáraikat román nyelvre, oktatást biztosítottak nekik, tehát elindították őket a kulturális fejlődés útján, ami kezdetben úgy tűnt, hogy ez azt jelenti, vagy azt eredményezi, hogy a református, illetve a protestáns felekezetek valamelyikébe tudja őket csábítani, vonni. Ennek az eredménye az lett, hogy a reformációs hullám 100 éve lezajlott, kulturális színvonal emelkedés elindult, tehát adtunk nekik egy löketet, megteremtettük úgymond a kulturális alapokat, végül pedig ugye visszatértek, megmaradtak az ortodoxia kötelékébe, de látjuk ez a kísérlet a Mária Terézia részéről a görög katolikus vallásba való átsábítás sem volt eredményes, és a 20. században aztán ugye a kommunista Románia teljes mértékben megpróbálta visszarángatni a átvándorolt ortodoxiából kikeresztelkedett át felekezett váltó személyeket vissza az ortodoxiába, tehát nagyobb volt a kár, mint a haszon. Én úgy tudom, hogy a 17. századi tatárjárás, ugye akkor a lengyel hadjárat meg az azt követő tatárjárás változtatta meg azért annyira a népesség arányát, hogy akkor ők felülkerekedhettek, mármint hogy a magyarok egyre fogytak, és akkor lehet, hogy nem is véletlen, hogy a 18. században kezdődnek azok az erőszakos, tehát addig, ha jól értem, így nagyjából csendben voltak.
nincsenek nagyobb atrocitások, vagy olyan események, amiket atrocitásnak nevezhetünk, tömegesek, viszont a 18. században hát akkor már egyre inkább. Igen, az első olyan esemény, aminek van etnikai színezete, az az 1790-es évek elején lezajló felkelés, ugye ez a Hória, Kloska és Krisán nevéhez köthető paraszt felkelés, lázadás, aminél már jócskán érezhető, látható, hogy itt etnikai színezete is van. A történetnek. Magyar gúriákat fosztottak ki, pontosan, magyar nemeseket így öltek van, így meg. Van, így van, így van, és hát ugye nem akarok én állást foglalni amellett, hogy most ki az, aki szereti Bécset és Habsburg-párti vagy ki nem, de azt kell látni, hogy itt is ugye arról van szó, hogy a Habsburgok a magyarok megregulázásához, illetve sakban tartásához szabad kezet adtak. A felelősségre vonás is elmaradt a főkolomposokon kívül, igazából nagy felelősségre vonás nem volt, és aztán eredmény az, hogy a következő században már tudatosan nyúlnak a nemzetiségekhez Bécsből, lásd 48-49. Ha azt nézzük, ott is ugye a magyar falvak felgyújtása, gondoljunk csak az erdélyi hegységekre, a középhegy pontosan, az Ábrahám Jánkó, illetve a Martalócok által uralt régióra, ott is magyar falvak sokasága lett porráigetve, és az a viccesebben az egészben van olyan falu, amit a Ábrahám Jánkó és Martalóc csapata fölgyújt, újra kell építeni szinte a semmiből, hát konkrétumot mondjunk, ugye magyar ókerekéről van szó, egy kalotaszegi kis falu, ma elmegyünk, megnézzük a központban milyen szobor áll, Ábrahám Jánkó annak a szobra, akinek köszönhetően majdnem nem volt jövője a településnek. Tehát nyilván akkor ugye a román közösség az adott településen nem volt. 48-49 után újra szerveződött a falunak az élete és közössége, akkor viszont már megjelentek ma már egy, hát az elszármazottak által beépített nyaralókkal ellátott településről van szó, tehát itt is megtörtént úgymond a váltás, az etnikai átfordulás. Igen, hát akkor 48-ban Dél-Erdély lényegében hát több mint 10 000 ártatlan civil áldozata van ennek a román írtó hadjáratnak, mert nyugodtan nevezhetjük annak. Igen. Nem tudom, hogy nem lehetne másképp nevezni azt, hogy mondjuk a fegyvertelen Nagyenyed lakosságára rátámadnak egy téli éjszaka. Igen, is. És csak hogy egy kicsit ezek eltávolodva, egy kicsit egy aktuálisabb ügyre térve, a mai napig úgy van a köztudatban, sajnos még Magyarországon is, nyugatra meg egyre inkább, hogy osztrák-magyar monarchia idején elnyomtuk a nemzetiségeket. Mondják a memorandum peret, meg talán még többet hivatkoznak az aponyi féle, a Lex Aponyira, tehát az aponyi törvényre, ami kötelezővé tette a magyar nyelv oktatását nemzetiségi iskolákban is. Igen. Meg ez a magyar állam által fenntartott nemzetiségi iskolákban olyan durva elnyomás az, hogy a saját nyelvük mellett meg kellett tanulják a magyar királyság nyelvét, tehát a magyart. Amikor 1867-ben létrejön a kiegyezés, majd egy évvel később az oktatás szabályozó ötvösféle népoktatási törvény megszületik, akkor a törvényből kimaradt a magyar nyelv kötelező átadása az iskola falai között. Ez egy hiányosság volt. Adott egy jó nagy kedvezményt, hogy az elemi oktatás saját nyelvükön tanul vehették, tehát írni, számolni, olvasni saját nyelvükön tanulhattak meg a Magyarországon élő különböző nemzetiségek. Amikor a magyar oktatást irányítói fölócsúttak, hiszen ugye a kulturális fejlődést akadályozta meg, tehát a magasabb oktatási intézménybe való eljutást akadályozta meg a magyar nyelvnek a nem ismerete, hiszen a középszintű oktatásban már csak ugye a magyar nyelv ismeretével lehetett menni. Megpróbálták ugye ezt a lehetőséget biztosítani a románság számára is azzal, hogy 79-ben megpróbálták a magyar nyelv átadására kiképezni a román tanítókat is, és egyre inkább kezdett elvárás lenni a magyar nyelvnek az ismerete.
79-ben még mindig nincs meg az lefektetve törvényben, hogy konkrétan melyik az a szint, vagy mi az a szint, amit egy általános elemi iskolába járó gyerek el kell, hogy érjen, ami a magyar nyelv ismeretét illeti. És ezt próbálták korrigálni Aponyék 1907-ben. Félreértés ne essék, nyilván van egy asszimilációs szándéka is a törvénynek, de van egy továbbtanulás lehetőségét biztosító szándék is, illetve arról van szó a törvényben, itt hosszasan lehetne ecsetelni, ez a kutatási területem, tehát egy külön előadást vagy beszélgetést érne meg. Ami viszont lényeg a lényeg, ami viszont fontos, hogy a lehető legrosszabb időben történt meg mindez, memorandum per után vagyunk, ugye a nyugati sajtó elhiszi, hogy mi zajlik itt is, hogy egyszerűen arról van szó, hogy itt üldöznek minden nemzetiséget. De hogyha megnézzük, ugye a román oktatás frissen létrejött Románia, ugye 1861-től elkezd önálló lábakon járni, ez a kifli alakú, még Erdély nélküli Románia. Ott egy bizonyos Spirou Háret nevezetű személy az, aki lefekteti az oktatás, a modern iskola, népoktatás és iskola hálózat alapjait, sokkal radikálisabb eszközökhöz nyúl. Mondok itt egy példát. A kifli alakú Románia területén, tehát a Román Királyság területén vannak magyar közösségek, kivándorolt magyarok, akik számára a katolikus egyház tart fönt intézményeket. Mindaddig járhat egy ilyen intézménybe gyerek, ameddig nem kap román állampolgárságot. Abban a pillanatban a törvény határozta meg, abban a pillanatban, hogy ugye állampolgársághoz jutott, kénytelen volt elhagyni a magyar iskola falait és román oktatási intézménybe törvény által előírtam beiratkozni. Tehát sokkal radikálisabb eszközökhöz nyúltak, azonban a sajtó hagyjálát, tehát gondoljunk csak arra, hogy a norvég himnusz szerzőjét, Bjørnstjerne Bjørnsont meg tudták győzni, a tótok, a szlovákok, illetve az olávok, a románok, hogy álljon ki, és próbálja Aponyit mindenféle módon lejáratni. Ennek köszönhetően volt is olyan világrendezvény, amelyben meg volt hívva Aponyi is, ő is, és azt mondta, nyíltan nyilatkozott arról, hogy azért nem megy el, mert nem akar egy légtérben tartózkodni a nemzetiségeket elnyomó, ugyanakkor mindenféle jót magáról mutogató kétszínű Aponyival. Szóval ez egy érdekes, hosszú történet, a lényeg az, hogy sokkal drasztikusabb eszközökhöz is nyúltak az asszimiláció érdekében, például a Román Királyságban, de másutt is, Angliában például ez egy modell volt, vagy a franciák esetében. Erről egy fiatal kollega nagyon jó kis tanulmányt írt, arra vonatkozóan fiatal történész kollega, arra vonatkozóan, hogy miképpen ment külföldön is, és ez egy minta volt nyilván Magyarország meg Románia számára, nehogy Isten, egymástól is tanultunk ilyen tekintetben, de nem egyedülálló dolog volt. Viszont nyugattal sikerült elhitetni azt, hogy csak egyedül itt van így, és keresték a konfrontálódás lehetőségét is. Hát csak egy példát említsek, egy Alexandru Vajda Vojvoda nevezető magyar képviselő, később a Nagy Románia egyik létrehozója, versailles-i román delegátus vezetője, stb. Többször volt Románia miniszterelnöke. Tehát ő direkt kereste a barhét 1907-ben is például, amikor felolvassa a botrányt kiváltó verset. Nézzenek utána, több ilyen tanulmányt is írtam a kedves nézők, hogyha gondolják. Tehát egy vérlázító vers, amit a parlament falain belül csöndben mond el, senki nem hallja, majd a szöveget odaadja az íróknak, akik a parlamenti ülés után ezt beviszik, és a reggeli közlöny már kihozza, hogy mi hangzott el a parlamentben, és ott van ez az ominózus vers. Ez a gézengúz népvalátók kezdetek óta, azt sem tudjuk, honnan jöttetek, stb. Egy magyar gyalázó vers. Kereste a lehetőséget, mert nyilván, ha balhéról van szó, a nyugati sajtó is foglalkozik vele, nyilván a magyar parlamentben lévő képviselők azt követően meg akarták verni, több hónapig nem megy el az ülésekre, majd ismét megjelenik, akkor megint meg akarják verni, és a megjelenés pont arra az időre időzíti, amikor Ferenc József a koronázása alkalmából, talán az nem 50. hanem mindegy is hanyadik kerekéforduló alkalmából itt tartózkodott, pont arra az időre időzítette. Miért? Itt vannak az újságírók, a nyugatiak, és hát jön ugye az ünnepségre Ferenc József, mekkorát szól ez a dolog, és bejön. Hát ők nagyon tudatosan művelték a propagandát már akkor is. Szlávics mondja, mert fölteszik neki a kérdést, hogy hát nem kellene megbékélni, ők is közelednek, gondoljunk csak ugye Tisza István közeledési kísérletére, amikor korrigálta volna a Lex Aponyit, de amennyi kedvezményt adott, annál többet kértek a románok, és ment a húzavona.
és fölteszik Szlávicsnak a kérdést, hogy nem kellene megbékülni, mert úgy látszik, hogy van az ő részükről is hajlandóság, mire azt mondta, hogy nem, hát a jelen pillanatban az a lényeg, hogy minél nagyobb legyen a fesztivál, minél élesebb legyen a szembenállás, ebből lehet majd építkezni. Uh-huh. Az igaz, hogy még Puskint is be akarták vonni ebbe a... Tolsztojt szerették volna. Igen, Tolsztojt. De Tolsztoj akkor már idős volt, visszavonult volt, a háziorvosa viszont egy szlovák orvos volt, aki megpróbált minden követ megmozgatni annak érdekében, hogy az ismert író, a keleten bálványozott Tolsztoj is beszálljon ebbe a vitába. Végül, mire akarták rávenni? Végül nem állt kötélnek, viszont a magyar szakirodalomban is átjött ez. A legérdekesebb, hogy a Dolmányos István nevezetű marxista, magyar történetíró legszapunyira vonatkozó tanulmányát emlegeti mindenki, veszi át a román történetírás, itt konkrétan ugye a magyar felelősséget taglalja, és még 3-4 lapáttal rátesz, hogy mi, ugye ez volt a nemzetiségeket elnyomó intézkedések szimbóluma a legszaponyi, és ez mind a mai napig megvan, nagyon szívesen használják a románok, hogy lám-lám, még a magyar Dolmányos István is bevallotta, hogy hát ez történt. A lényeg ebben az egész történetben az, hogy a fesztivál volt a fontos, és hát ugye Szlávics is azt mondta, hogy minél nagyobb a fesztivál, minél nagyobb a e körül kialakult vita, annál jobb. Hát nyugaton ugye Björnssonnak köszönhetően ez a hír elterjedt, Tolsztojt megpróbálták rávenni, nem ment bele, de ettől függetlenül úgy ment át a köztudatban, hogy még ő is. Pedig ha valaki elolvassa orvosának a naplóját, akkor kiderül, hogy minden követ megmozgatott a Tóth orvos, az ő érdekük is volt, de Tolsztojnál nem ért el sikereket. Na hát, Artúr, köszönjük szépen, hogy velünk tartottál, hogy köszönöm, beszélhetünk ezekről a témákról, és hát óvakodjunk a szlovák házi orvosoktól. Köszönjük szépen. Köszönöm a meghívást.